inside a bull. Why won't you give life a chance and take another look? Though there's love all around you, it hasn't found you, but it's not so easy to forget. A főszerepben Victoria Principal, Fehér Anna. És Jill Gerard, Csernák János. Hello, Don. Hello, fiú. Hello, öreg fiú. Hello, Bob. Hogy mint? Hogy vagy? Bocsánat, egy pillanat. Mi van? Hello. Hello. Azon tűnődtem, hogy egy magamfajta félénk személy hogyan hívhat meg egy ilyen ragyogó szemét vacsorára? Hát, pont így. Put on a smile and play your part, and hope that no one will ask to look inside your heart. Futókaland. Bocsánat, több mint futókaland. Magyar hangok. Mednyánszki Ági, Bács Ferenc, Kis Erika, Zsuskati, Pápai Erzsi, Szombati Gyula, Huszár László, Gyürki István, Kassai Károly, Juhász Jácint, Harmad Imre, Vándor Éva. Magyar szöveg Kálmán Éva. Hangmérnök Morasi László. Rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műteremében készült. Fényképezte Izidor Mankowski. Írta Philip Mishkin, Rick Padel és Michael Preminger. Rendezte Stephen H. Stern. Citromos csirkét még sose ettem. Maga különleges lány. És mindenben különlegest szántam magának. Az adag is különleges. Peti. De ugye nem töltjük az egész estét evéssel. Még bort. Uh-huh. Szóljon, mikor? Most. Nem ment túl könnyen, mit gondolsz? Na majd később. Ez egy tengeri rózsatelep. Corynactis californica. Gyönyörű, ugye? Uh-huh. Aha. A helytelen tervezés és partkialakítás eredményei, Miss Dawson. Doktor. Ha? Doktor. Tessék? Dr. Dawson. Ah, persze, bocsánat. Dr. Dawson.
Zsákállat? Zsákállat? Igen, Polyclinidae olyan faj, amelyet teljes kihalással fenyeget a szennyeződés a korallzátony övezetben. Valami baj van? Semmi, csak tudja, nehéz valakit a maga külsejével doktornak szólítani. Hát, szólíthat Diana-nak is. Oh. Miért nézzük a tintahalak párosodását? Mit gondol? Dr. Schiller, nem hiszem, hogy ezt használhatjuk. Engem csak olyan anyag érdekel, amit felhasználhatok az építkezés elleni ügyben. Köszönöm. Diana, ha tudná, mennyit küszködtem ezekért a diákért. Hé, mit művel? Órák hosszad idegekbe a sötét hideg vizekben. Igazán sajnálom, de... térdig iszabban. Tudja, milyen fárasztó kivárni a tintahalak párosodását? De Dr. Schiller, mit művel? Ez meg mi? Azért vagyok itt, hogy a tengerpartot védjem meg. Nem azért, hogy magamat. Na, ne adja már az ártatlant. Maga nagykorú, a biológia doktora. Feljön egy férfi lakására, leveti a cipőjét, mégis mit gondoljak? Hogy a nagykorú biológia doktorának nagyon fáj a lába. Megmaszírozható? Nem! Dr. Schiller, kérem! Nem maradna még egy kicsit. Van néhány gyönyörű diám a tritoncsigákról. Nem, hagyjon békén. Nem vagyok kíváncsi semmiére. És a legkevésbé a maga párosodó tintahalaira. Vártalak ilyenkorán haza. Veszem észre, Di. Maradj csak, mindjárt jövök. Azt hittem, megbeszélésed van azzal a doktor Schillerrel. Megvolt. És most itt vagyok, ez ki? Ez egy 42-es. 24-es. Régi ismerős. Hello, engedje meg. Fel ne kelljen. Örvendek az ismeretségnek. Ne, egyél. Ki vele? Mi történt? Hadd ne beszéljek róla. Miért? Mi rosszat követhetett el a Bunzen lámpájával? Ez nem vicces. Bocsánat. Nem értem, miért nem tudott úgy kezelni, mint egy növendékét? Diana, jól megnézted magad mostanság a tükörben? Mi köze a kettőnek egymáshoz? De és az egésznek ez a nyitja. Miért nem használod ki, hogy ilyen vagy? Én megtenném. Meg is teszed. Cuki, ugye? Megállapodtam. Tudom. Amit a hálószobámban teszek, az az én dolgom. És amit én nem teszek, az az enyém. Oké. De most ne beszéljünk arról, jó? Mi az az arról? Tudod. A cölibátusról? Cs! Hajadon akarok maradni, és nem érdekel, hogy ki tud róla. Oké, oké, szíved joga. De a század vége felé járunk. Felszállunk a holdra. Nem a szexért. Nem akarlak kiábrándítani. De az élet többé nem kéz a kézben andalgás. Nem meg habkönnyű csatározása. Átejtések, testszag és nemi betegségek. Higgyél nekem. A szerelem nem győz. Ismétlem. Nem győz le mindent. Mi az a cölibátus? Ne féljen, nem ragályos. Diana, ne! Bob, tudom, hogy nagyon el vagy foglalva, de Jules beszélni akar veled.
Küld be. Igen, Mr. Gifford. Mr. Tompkins. A levelet majd később fejezzük be. Itt vannak azok a pofák a partkutatótól. Helyes. Nézd, Bob, az ügyfeleinket kevéssé lelkesíti egy ellenkampány perspektívája. Ezek felhatalmaznak, hogy engedményeket tégy. Persze, csak épp hogy. Csak próbálkozz kicsit a régi bevált... manipulációval. Hát nevezük inkább talán személyi varázsnak. Beküldhetem őket? Ne, csak várjanak. Jobb pszichológiailag. Váratnak minket. Óriási ügyvédi trükk. Mr. Tompkins házon kívül van. Akkor bizonyára nem vár váratlanul. Nem túl jó víz, de ez van. Azt hiszem, jobb, ha felhívom az irodámat. Ezeknek trükkös ügyvédjeik vannak. Nekünk meg ez. Jobbat nem tudunk megfizetni. Ha mégis megkezdik a földmunkákat, vége az intézetnek. Oda minden kutatásunk. De hát az igazság. Az is számít valamit, nem? Mr. Tompkins házon kívül van. Az apály szint alatti elváltozások. Melyek a forró pontok? Jutott valamire Schillernél az este? Nem, és ő se jutott nálam semmire. A következtetés kézenfekvő, azért nincs itt Schiller. Szegény Schiller. Még nem jöttek ki? Úristen, nem látok a pipától. Jó, gondolom már eléggé bepipultak. Eli? Legyen szíves, küldje be őket. Igen, Mr. Gifford. Bocsánat a várakoztatásért. Jó napot. Ez aztán a véletlen. Tessék? Tegnap este. Az erkélyen. Maga volt az. Ott szemben. A tintahalakkal. És maga volt az a cipővel. Bob Gifford. Diana Davson. Én meg Zakal professzor vagyok, de hagyjuk a készfogást, nincs annyi időnk. Warren Krenz vagyok, a partkutató ügyvédje. Tudom, foglaljanak helyet. Köszönjük. Tessék. A társam Jane Tucker, és gondolom Mr. Tompkins már ismerik. Helyes. Nos, a Partkutató Intézet jelen tagjaiból és egyéb érdekelt személyekből alakult partvédelmi bizottság leállítatta ügyfelünk a GGS építkezés munkálatait. Én tettem. Igen, tudom. Na kérem, ügyfeleink tanulmányozták a kifogásaikat, és hajlandók engedményeket tenni, ha önök visszavonják panaszukat. Nem vonjuk vissza, még nem kapunk biztosítékot arra, hogy ügyfelei betartják ígéreteiket. Hagyja ki beszélni. Ez egy újabb ősrégi ügyvédi trükk. Mint mondottam, Warren, meg kell beszélnünk ezeket az engedményeket. Mindenek előtt ügyfeleink készek a földmunkák külső határát 50 méterrel kijebb megvonni. Ez hathatósan csökkenteni a fennakadást ügyfeleik munkaterületén. Ezt nem fogadhatjuk el. Mindenfajta beavatkozás akadályozná az intézet kutatásait, és tovább veszélyeztetné a már amúgy is veszélyeztetett fajokat. Egyik sem áll ügyfeleink szándékában, Mr. Krenz. Ez nem változtat azon, hogy ügyfeleik csak a környezet megerőszakolásában érdekeltek. Álláspontjaink oly távol állnak egymástól, hogy nem is látom értelmét a beszélgetés folytatásának. Akkor nincs mit tenni. Döntsön a bíróság. Rendben. Akkor mehetünk. Volt szerencsém. Miss Davson? Dr. Davson. Ó, bocsánat, persze, Dr. Davson. Beszélhetnék önnel egy percet? Hogyne, persze. Csak vigyázzon. Majd még beszélünk. Oké. Okay. Azon tűnődtem, hogy egy magamfajta félénk személy hogyan hívhatna meg... egy magafajta ragyogó szemét vacsorára. Mire? Vacsorára. Vacsorára? Igen, tudja, amikor két személy drága borokat rendel, megvitatja a világpolitikát, kibeszéli a tévésztárokat. Vacsora. Nem. Köszönöm.
Nem? Úgy érti M a két szélén és E a kettő közt? Igen, pontosan. De hát miért? Férnél volna? Nem. Mennyasszony? Jár valakivel? Nem. Akkor meg miért? Csak egy vacsoráról van szó. Maga sosem éhes. Figyelmeztetem, én csak egyszer kérek meg egy lányt, bár speciális esetekben kivételt teszek. Virág, 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 virág. Bob! Mi az? Mi az, hogy mi az? Mi az? Mi az? Egy Porsét vehetnék a srácomnak a pénzen, amit te a virágokra költesz. A srácod egy éves. Könyvelő vagyok, előre tervezek. Ha olyan jól tervezel előre, miért fizetek annyi adót? Azért, mert nincs elég levonni valód. Ide figyelj, Bob, én nem bánom, ha egy vagyont költesz is a nőkre. Mi több, neked könyvelni életem fő öröme. Csak szeretném, ha a kiadásaid között több lenne a levonható. Mit tegyek, küldjek nekik írógép szalagot? Akkor is igent mondanának. Neked mindig igent mondanak. Mindig. Bob. Bob. Tessék? De olyan tömérdek pénzt keresel. Valamit meg kellene menteni belőle. Halljuk a tippet. Oké. Ajánlatot kaptam egy szaúd-arábiai légijáratra. Összehozhatnálak velük. Nem repülök olyan messzire a pénzemért. Oké. Akkor mit szólnál egy ígéretes mikroprocesszor bulihoz? Nem tudnál valami köznapi befektetést ajánlani? De. Házasodj meg. Beszélj a komputerekről. Van rá precedens a parti bizottság kontra Seattle partvidékben. Legalább egy ügy mellettünk. Igen, igaz is, nagy voltál az előbb. Csupa tűz. Köszönöm, te is. Van valami a tengerjogban? Semmi. Ha nem ismernélek, még azt hinném, érzés is volt benne. Mi? Ne adja Isten. Ez mi? Diana Dobson, miért hurcolod magaddal a nevét? Még soha nem írtad le a nőid nevét, különösen nem ilyen herci kis kacskaringokkal. Add ide. Most már értem onnan az inspiráció. Gondolod? Igen. Gyere. Halljuk, miért ez a csicsás firkálmány? Megmondjam? Igen. Nem tehetem. Csibésznek tartanál. Mint ha nem tudnám, hogy az vagy. Ki vele? Na jó. Fel akarom használni a nőt az ügy megnyeréséhez. Hogy az óvást visszavonják. Hát ezért. Sötét csirkefogó vagy. Köszönöm. És most gyere. Minek? Gyere. Még egyszer. Érzés nélkül. Diana, bocsáss meg a tegnapi estéért. Valójában ugyanazt tesszük mindketten. Keressük a tökéletes férfit. Csak te többet alszol hozzá. De hát... Igen, elmegyek vele vacsorázni. Mi? Kivel? Mint ha két különböző bolygón élnénk. Visszahoznál a földre? Mivel menő ügyvédre nem futja, majd kitapogatom a stratégiáját. Nézzük csak, mit művelnek a sügéreink. A víz hőfoka 15 fok Celsius. Bocsánat, Zakat professzort keresem. Sajnálom, Charlie, nem kérünk az árujából. Professzor úr? Ki az? Itt csak a dolgozóink tartózkodhatnak, meg a halak. Tisztelt ügyvéd úr. Üdvözlöm, erre jártam és gondoltam, benézek. Hello, miss... Bocsánat, Dr. Dawson. Hello. Gondolom, magához jön. Nem, önhöz, professzor úr. Úgy mondják, ön világhírű oceanográfus, igaz ez? Hogy igaz-e? Fiacskám, tőlem kérdezi meg Lloyd Bridges, hogy milyen a víz. Ez magához jött. Akkor már is a tárgyra térek. Vacsora? Igen, nos... Ma este?
Igen. Nagyszerű, köszönöm. Igen, akkor majd hívom, jó? Uh-huh. Prima. Oké, viszlát. Aha. Néha fontosabb a szövegelésnél azt tudni, hogy mikor hallgass el. Na és hova viszed? Nem tudom. Gondolom, iszunk valahol egy italt, aztán... Aztán vacsora a lakásodon? Talán. Citromos csirke? Tudtam. Hol biztos siker. És szerintem a mini adagok azok, amit ő rátharapnak. Lehet. Egészségükre. Köszönjük. Ez már jobban néz ki. Jobb is, hát de óvatosan. Bizony. Kicsit alattomos. Hello. Elragadó. Köszönöm. Tudja, szeretem ezeket a régi plakátokat. Janet McDonald és Clark Gable. Ah, szereti az e-fajta filmeket? Igen, nagyon, de utálom az e-fajta helyeket. Én is. Csak gondoltam a változatosság kedvéért. Bobby, már egy hete, hogy nem láttunk. Kérnék egy... Menj már, Bobby, tudom, mit iszol. Hát maga Szivi. Oh, a Szivi ugyanazt kéri, mint Bobby. Hogy ne legyen probléma. Érdekes ez a változatosság. Hát néha beugrom ide. Bobby! Szia! Szia! Kell az az ital? Miért? Mert tudok egy jobb vacsorázó helyet. És éhes vagyok, na mit szól? Oké. Ez a citromos csirke kitűnő volt. Maga különleges lány. És mindenben különlegeset szántam magának. Köszönöm. Bocsánat. Bár több is lehetett volna. Hello? Most nem tudok. Igen, csodálatos volt. Mit hagytál el? A fürdőszobámban? Most nem keresgélhetek. Hívj fel holnap, jó? Oké. Még egy kis bort? Igen. De ezzel ne spóroljon. És felelje már a kérdésemre. Mi volt az? A földmunkálatok leállítására. Úgy csak álljanak a perfelvételi tárgyalásig. Tessék. Hát, a perünkre. A leállításra. Az ideglenes leállításra. Játszik? Egy kicsit. Zongorám. Játsszon magának valamit, ha mindent elmond magáról. Nincs sok mesélnivaló. Viszont kérdeznék valamit. Tessék. Hogyan kell egy polgári eljárást egyáltalán elindítani? Úgy, hogy keresetért folyamodik, amelyet aztán a bíróság kiad. És most meséljen. Játsszon egy kicsit. Ez már is több, mint egy kicsi. Várjon csak, ez nagyon ismerős. Mi is ez? Ölej meg, én édes egyetlen. Egy 43-as Mickey Rooney filmből. És Judy Garland volt a partnere. Egy darabot akartak előadni. Ilyesmi. Ölej meg, örökre maradj velem. Régi módi dal egy régi módi filmből. Pedig cinikusnak hittem. Moi? Egy gyertyafény mellett szervírozott, citromos csirkés vacsora után. Nézlek, árva szívem, megremeg. Boldog én már nem lehetek,
csak veled. Bocsánat. Hello? Igen. Csodálatos. Mi? Mit találtál a fürdőszobámban? Persze, majd megmagyarázom. Egészen különleges sztori. Oké. Hol is tartottunk? Méltányos vagy rendkívüli kártérítést követeljen a prof? A kettő ugyanaz. Oh. Maga aztán halatlanul kitartó. Lehetséges. Valami, amit a szüleimtől örököltem. A féle elfű, kemény kötésű emberek. Komolyan veszik az ügyeiket, a házasságot, egymást. 30 éven át arra neveltek, hogy ha hiszünk valamiben, küzdjünk érte, és soha ne adjuk fel. Hát maga? A fürdőszobájában működő, talált tárgyak osztályán kívül. Miben hisz még? Sok mindenben. Abban, hogy nem szabad semmit erőltetni. Hogy az igaz érzések visszhangra találnak. Közhelyek nélkül is? Mindenképp. És hiszek abban, hogy egy csodálatos estém lesz egy csodálatos lánnyal. Gondolja, hogy az következik? Micsoda? Hogy összejátszunk. A törvény szerint két egyetértő felnőtt a testének bármely részével bármikor összejátszhat. Tényleg? Ez törvény. Mi a Mandamus megkeresés? Felsőbb bíróságnak alsóbbakhoz intézett utasítása. Igen. Mennem kell. Nem vettem észre, milyen későre jár. Mi? Nem inna még egy kis bort. Ne. Várjon, még be sem fejeztem a dalt, hadd fejezzem be, oké? Bob, rengeteg dolgom. Csodállak, imádlak egyetlenem. Te vagy a sorsom, te vagy a szerelmesem. Nincs itthon. Jól van, Bob? Primán. Tényleg mennem kell, de ugye nem haragszik érte. Dehogy csak, hadd kísérjem ki. Mondja, nem vinne haza egy kis citromos csirkét? Nem, köszönöm. Egy üveg bort? Nem. Bob. Igen? Köszönöm a segítséget. Jól esett. Jó éjszakát. Ne izgulj, megkapod, mint minden nőt. Nem tudom. Attól tartok, hogy elveszítem. Elveszíted? Elveszíteni az én formám. Nálad ilyen nincs. Mellesleg nincs miért aggódnod, amíg itt vagyok melletted. Összehasonlításnak. Soha. Soha még nem hívtam meg nőt kétszer. Hívni fog. Nem hiszem. Nem az a fajta, aki újra hív, ha nem kapja meg egyből, amit akar. Nálam megkapják, mégsem hívnak. Miért nem hívott te? Nem. Mintha azt mondtad volna, hogy pompás estéd volt, és ő rendes volt. Azt mondtam, nem volt olyan szörnyű, mint képzeltem. Se olyan vonzó, mint ő képzeli magáról. Milyen hely az a Gatsby? Ott szokott anyázni. Uh-huh. Oda akarsz menni? Azt nem mondtam. Igazán oda mehetnénk. Terep szemlére. Nem. Különben is sok dolgom van. Hát, részedről érthető is. Egy efféle helyen távolról sem kultiválják a cölibátust. Nem csodálatos itt ma este. Bocsánat.
Hello. Álljon beléd a rossz nyavaja. Ó, oh, nézd csak, nézd! Hé! Micsoda csajbőség, ott a mi helyünk. Miért jársz ide kínozni magad? Nem magamért teszem el, hiheted. Értük teszem. Ugye, te nézd meg ezt a piti népséget. Mikor van alkalmuk egy hites könyvvizsgálót látni 6 dolláros frizurában? Gyerünk, Bob, a lányok kiszúrtak. Ha? Nem, köszönöm, már eleget ittam. Hé, hova mi? A könyvtárba. Ennek meg mi baja? Fogalmam sincs. Felcsípett egy lány pár nappal ezelőtt, és... Mi történt? Semmi. Semmi? Bobnál? Halló? Halló, Dr. Dawson? Drága doktor, pokoli fájdalmat érzek. Úgy kezdődött, hogy... Ki beszél? Bob! Gifford. Bob! Hogy van? Remekül is maga? Ragyogóan. Ez örvendetes. Csak meglep, hogy nem jelentkezett. A többi nő hanyat homlok jelentkezik? Hát, ezt nem mondtam. Így van, de nem én mondtam. Mit csinál? Most? Igen, gondoltam, megvitathatnánk egy sör mellett az oregoni partokon az árapály mozgását, vagy az egysejtű kovamoszatok előnyeit az ostoros véglényekkel szemben. Izgalmas lehet, nem? Vagy kocsízzunk ki a kedve szerinti partszakaszra, és szedegessünk tengeri flórát és faunát. Tengeri flórát és faunát nem szedegetnek. Nos, már is indulok magáért. Ma nem mehetek. Ha? Hívjon fel a hétvégén. Pénteken. Hívjam? Újra? Na persze, ha nem tud. De már hogy ne tudnám. Rendben, hívni fogom. Pénteken, rendben? Hívom hát. Hívom. Hát akkor viszlát. Viszlát. Bárjon egy percet. Mit fogunk csinálni? Mintha már elmondta volna. Igen, hát akkor pénteken. Viszlát. Egy valamit már is fogadjunk meg. Mit? Hogy nem beszélünk az ügyről. Én nem akarom magát befolyásolni, és maga se próbáljon engem. Rendben? Igen, megígérem. Oké, nagyszerű. Azokból a tartályokból kerül a tengervíz a laborba, érzékelők során át. Mi lehet a vizek termohalin cirkulációja? Látja azt a bóját, Bob? Ma ugyan nem lehet látni, de... Az a jelzőbója. Aha. Össze van kapcsolva egy... Vízi monitorral. Speciális hullámzás és árapály jelző. Hitte volna, hogy mindezt tudom? Nem. És imponál? Aha. Még sose szántam időt rá, hogy élvezzem ezt a gyönyörűséget. Csak ugyan gyönyörű. Élvezze, amíg teheti. Hogy? Az ügyfelei az építkezéstől megnyerik ezt a pert, ahol az imént álltunk, vásáros sétány lesz. Tényleg? Uh-huh. Amott egy parti egészségügyi központ. Az orvosok csónakon járhatnak munkába, és mögöttünk egy mesés garzonörök lakásos komplexum. Teniszpályákkal, úszómedencékkel és szaunákkal. Kinek kell az óceán, ha van szaunája? Diana, ez a munkám, és igyekszem helytállni. Ez helyes, de úgyis helytállhat, ha nekünk dolgozik. Mintha valamit megfogadtuk volna. Igaz, hát jó. Így azt hiszem, csak egy lehetőségünk maradt. És pedig? Csókolózni.
Mit? Hát, csókolózni, miközben a szél az arcunkat korbácsolja. Én is szeretem. A szelet és a korbácsolást kivéve. Nagyon romantikusnak találom. Romantika kell? Megkaphatod. Except for all the sleepless nights and crazy days, the 100 doubts that torture us in twice as many ways, not counting all the arguments you hope are just a phase. Love is easy. Love is easy. Not counting hasty words you wish you hadn't said. Humiliating moments when you wish that you were dead. And all the plans you canceled to sit home alone instead. Love is easy. Love is easy. So many things I'm dreaming of with you make me realize. If not for endless butterflies and shaking knees, the things you've made a mess of in your eagerness to please. In spite of disappointments in the varying degrees, love is easy. Love is easy. Love is easy. Oh, so. Hát nem nagyszerű. De. Csodálatos két hét volt, igaz? Igaz. Igazán jó volt veled, Bob. Igen, csodálkoztam volna. Mint csodálkoztál volna? Semmi, semmi. Paci. Hétfő lesz a perfelvételi tárgyalás. Na. Jó, tudom, megfogadtuk, hogy nem beszélünk róla. Úgy van. Bárcsak a mi ügyvédünk volnál. Diana, ne csapkodj, összezavarod vele a lovat. De mikor olyan zaklatott vagyok. Látod, ez a baj veled. Látod, ez az. Ha ez nem volna, mi már bizonyára rég, hisz tudod. Miről beszélsz? Semmiről. Diana, vonzónak találsz? Hát ez még micsoda kérdés. De csak felelj rá. Hatok-e rád, mint férfi? Ha? Hát persze, de hát ezt te is tudod. Hát nem voltam biztos benne. Nagyon is. Akkor miért nem... Hogyan? Mit miért nem? Miért nem viszük vissza a lovakat? Szerintem az egész nem éri meg a strapát. De, megéri. Nem, a leghatározottabban nem. Kocoghatok életem végéig, mégis formátlan húspaszni maradok. Azt hittem, Diana-ról beszélsz. Nem, arról már letettem soha többé. Ebből pedig tanulhatnál. Nem futamodom meg. Ne tekints meg futamodásnak. Tekints taktikai visszavonulásnak. Vágd zsebre a híjúságodat, és hajts rá a legközelebbi csini babára. Ez már túlmegy a büszkeségen. Valóságos monzalom már nőtte ki magát. Már érzelem is van benne. Mire vezethet ez? Bonyodalmakhoz. Nem értem, pedig mindent bevetett. A hiba az ő készülékében lehet. A romantika kellett neki, megkapta. Mit tehetek még? Várcsak, megkérted már? Mire? Arra. Nem is rossz ötlet. Majd azt mondom, nézd, Diana, én világéletemben érzéki ember voltam.
Mostanság dettó, erősen megkeverve. Lefeküdnél velem? Ezt akartad megkérdezni tőle? Igen. Döntöttek már, mit fogyasztanak? Nem, még gondolkodunk. Addig hozom a salátát. Nézd, Bob, valamit el kell mondanom. Pillanat, mielőtt egy szót is szólnál, szeretném, ha tudnád, hogy azt hiszem, már meg is találtam rá a választ. Tényleg? Mm-hmm. Akkor tudod, milyen nehéz volt ez nekem? Pontosan. Vagy szeretők, vagy ellenfelek vagyunk egy perben. És mivel nem vagyok a szeretőd, mármint effektív szeretőd, visszaadom az ügyet. Megtennéd érte? Tudod, azt hiszem, ez komoly áldozat a részemről, de az a helyzet, hogy... Azt hiszem, lehet, hogy szerelmes vagyok beléd. Tréfálsz? Lehet, hogy tréfálok, nem tudom. Nem tudom. Azt hiszem, ugyanígy érzek én is irántad. Azt hiszed? És ettől minden könnyebbé válik. Igen? Szóval lefekszel velem? Nem, de gondolkozni fogok rajta. Komolyan gondolkozni fogsz? Igen. A legkomolyabban. Mit kell itt gondolkozni? Lehet, hogy szeretlek, lehet, hogy szeretsz, ez igazán elég hozzá. Neked talán, de nekem nem. Hamarabb is közölhettem volna, de nem volt aktuális. Ne neves, ha elmondom. Mit? Hogy miért nem akarok veled... Lefeküdni? Lefeküdni. Ugyanis van egy fogadalmam. Cölibátusi. Apáca vagy? Csak ha szexről van szó. Ó, tessék. Borsot? Szóljon, ha elég. Jó étvágyat. Legalább nem nevettél. Még várok a poénra. Bob, ebből nem szabad tréfát űzni. Én is azt mondtam. Szóval, 5 évvel ezelőttig normális nemi életet éltem. Szabad megkérdeznem, hogy mi történt? Walker Kellognak hívták. 3 évig együtt éltünk, együtt diplomáztunk, és azt hittem, ez a legtökéletesebb kapcsolat a világon. Férjhez akartam menni, már jegyben is jártunk, mikor Walker elvett egy másik nőt. Akkor megfogadtam, hogy ilyesmibe soha többé nem megyek bele. Értem. Nem kockáztatok. Vagy házasság, vagy semmi. Igazi összetartozást akarok. Aha. Ez nálam céltudatos döntés. Aha. Ha úgy tetszik, morális szükségszerűség. Kérem a sót. Köszönöm. Ülök egy vendéglőben, a fejem zakatol, és ő... Azt mondja, morális szükségszerűség, kérem a sót, ez nem lehet igaz. Kérlek, próbálj megérteni. Az utóbbi hetekben jó néhányszor megkérdőjeleztem a döntésemet. Ez nagyszerű. De nem szándékozom megváltoztatni. Az baj. Elnézést választottak már? Nézd, nem csak amiatt, ami köztem és egy régi barátom közt történt. Ez egy tudatosan vállalt életvitel. Várj csak, várj, miről beszélsz? Nem akarlak bántani. De a tiéd sekélyes és banális. Estéről estére más és más lány. Mondasz valami frappánsat, ő hozzamegy hozzád, együtt töltitek az éjszakát, és többé nem is látjátok egymást. Hát élet ez. Még egy kis borsot a salátájára? Hé, te el vagy tájolva. Úgy állítod be, mintha valami csirkenyesedék féle volna. De uram, ez nem népkonyha. Netán rántott libamájat. Ó. Diana, ez nem egy egyéjszakás eset. A mi ügyünk már több hetes, ismétlődő jéghideg zuhany. Nem lehetne halkabban? Miért? Hidd el, a mi nemi életünk nem kell senkiben szexuális érdeklődést. Miért kell minden kapcsolatnak szexben kulminálnia? Mi másban kéne, egy trófeában, akár a golf vagy a tenisz? Attól tartok, hogy a te világodban másfél percig kitartani egy elv mellett abnormálisnak számít. Az én világomban nem számít abnormálisnak. Két ember, két felnőtt ember, gyöngéd, szeretetteljes önkifejezés. Ami pedig köznyelven szex. Igen, szex! Szex! Szex!
A fenébe! Én legalább nem játszottam meg magam, de te az orronnál fogva vezettél azzal az istenvertett cölibátusoddal a tasakodban! Várjunk csak! Én nem vezettelek az orrodnál fogva! Kit akarsz átrázni? Azt képzeled, olyan extra vagy, akit ezért rólok elvenni? Elment az eszed? Akkor ment volna el, ha hozzád akarnék menni, de inkább kivárok valami tartalmasabbat, mint mondjuk a te citromos csirkéd. Ó, szóval sekélyesnek tartasz, ha? Ráhibáztál. És ha elmondanám az épülésedre, hogy egyáltalán nem a szex miatt jártam veled, ha elmondanám, hogy csak azért, hogy megnyerjem a pert... A pert, amitől 2 perccel ezelőtt visszaléptél, azt mondanám blabla. Te elhitted? Prima. A stratégiám bevált. Na, mit szólsz? Hogy azért csapottam hozzád, hogy kitapogassam a stratégiádat, a gyöngyepontjaidat, és meg is találtam. Én is a tieidet. Viszlát, a bíróságon. Helyes, és győzzön a jobbik fél. Nem ízlett a saláta? Köszönöm. Ki képviseli a felperest? Én, tisztelt bíróság, Warren Krenz. Az alperest? Figyelje jobban, ügyvéd úr, kezdődik a verseny. Elnézést. Bob Gifford a GGS építkezés részéről. Kérem, fáradjanak mindketten az emelvényhez, és pár perc türelmet kérek. Mi a szándéka? Bekerülni a rekordok könyvébe a női kitartás bajnokaként? Maga már is benne van a legsekélyesebb kapcsolatok bajnokaként. Igazán? Igazán. Nos, szíveskednének a... Ügyvéd úr, kértem, hogy fáradjon az emelvényhez. Igen, bírónő. Elnézést. Jelen vannak a GGS építkezés igazgatósági tagjai? Igen, bírónő. Hol vannak? Ők azok, akik azt tennék a környezettel, amit ő velem. Gondolja? Mr. Gifford? Igen, bocsánat, bírónő. Mr. Gaimart és Mr. Sparkman a GGS építkezéstől. Ön ezzel képviseli a megbízóját? Igen, bírónő. Nos, ez egy felettébb érdekes beadvány, Mr. Gifford, de el kell vetnem az indítványát, és fenn kell tartanom az előzetes rendelkezést. Ó, köszönöm. Nem hallotta, amit mondtam? Nem, bocsánat. Mit is? Az előzetes rendelkezés marad érvényben. A tárgyalást elnappolom. Gratulálok. Köszönöm. Ezt elvesztette, de legalább gyorsan ment, még tölthet pár boldog órát Gatsby-nél. Oké, elpuskáztam. Zárass ki a kamarából. Ugyan már, az ügynek még nincs vége, még megnyerheted. Kit érdekel? Na, szóval egyáltalán nem az ügyről van szó. Add ide. Ez már komoly. Nagyon-nagyon komoly. Tévedsz, nem ő borított ki. Nem, akkor mi? Nem tudom. Lehet, hogy ez, ami győzni bármi áron attitűdünk. Uh-huh. Lehet, hogy a magány ebben az elidegenedett társadalomban. Uh-huh. De lehet egy kezdődő influenza, és ki tudja. Ha eldöntötted, bedobsz 2 aspirint, és ágyba bújj szóját. Főzök neked egy szédületes erőlevest. Tűnj el. Mintha összement volna. Na? Bizonyára örül a győzelemnek. Nem örül. Hagyja, professzor úr, méregesse a vízhőfokát. Szerelembe estünk? Uh-huh. Hát, gratulálok! Valami baj van.
Diana. A halak, a lazacok vígan úszkálnak, s ha összetalálkoznak, bum, bám, bum. Nem kell hozzá könyvet olvasniuk. Nem kell hozzá mások tanácsa. Legyen hal, Diana. Úszkáljon. Az ember nem hal, professzor úr. Persze. Tudom én. A hal nálam allegória. Ha a mesémben emberekkel példáznám az embereket, gondolja, hogy meghallgatna. Tudod, mit várhatsz tőle? Tudom. Mibe, hogy kitalálom a nevét és a jegyét, ne mondja meg. Steve és Kos. Majdnem. Ezt hogy érti? Úgyhogy az egész sekélyes és banális. Micsoda? Amit itt játszunk. Én mondok valami frappánsat, hazaviszem, lefektetem, és többé nem látjuk egymást. Kinek kell ez? Hát nekem például. Késed, azt óvd meg a... A bálnákadra Jézusom, hány óra van? Miért nem keltettél fel? Hát nem, azt tettem. Oh, te már be is vagy öltözve. Az, de most inkább aludnék egyet. No hát, micsoda véletlen. Hello. Hová ilyen kora reggel? Sehová, csak csalinkázom. Ó, semmi intézni való? Bevásárlás? Házasság? Tankolás? Fodrász vagy ilyesmi? Hát, mi? Csak tudni akartam, figyelsz-e? Ismerd el, egy leánykérés romantikus az úttest közepén. Ó, igen, romantikus. Utánam hajtanál? Tudok egy prima reggeliző helyet a szabadban. Oké. Okay. Thank you.
szabadban a stimmel, de valahogy nem ezt a fajtáját képzelte. Mm-hmm. Szeretek új helyeket kipróbálni. Hogy bírsz ilyet üres gyomorra enni? Most ugratsz? Ez a burrito egyenesen fantasztikus. Egy harapást? Fantasztikusan rossz. Maradok a kávémnál. Bob, sajnálom a bírósági dolgot. Nem azt, hogy győztünk, de hogy ezért veszítened kellett. Nem számít. Különben sem végleges vereség, csak olyan átmeneti. Örülök, hogy ilyen higgadtan tudsz veszíteni. Ez arra utal, hogy ki tudunk majd jönni egymással. Jöhet a kibékülés. Egy csókkal. Ilyen reggeli után még nem. Most, hogy ezt elrendeztük, mi következik? Hát, most már csak egy valami van hátra. Tudom. Hogy megismerd a szüleimet. Igen. Igen, drágám. Helyes. Akkor holnap este várunk. Csókollak. Diana volt. Elhozza holnap este ezt a fiatalembert vacsorára. Akkor ez komoly, nem tett ilyet azóta, hogy is hívják oda. Tudod, aki ejtette? Móka. Kellog. Jó lenne, ha megpróbálnál embermódra viselkedni. Diana meg akarja mutatni Bobnak, milyen egy tökéletes házasság. Tényleg? Akkor minek hozza ide? Ez képtelenség. Becsavarodtál. Most még a szüleit is fel akarod keresni. Lehet, hogy úgy szeretnék élni, mint te. Miért? Hogy élek én? Fizetem a részleteket a házra, a kocsira. Hozatom a csecsemő magazin. Csecsemő? Az, a pelenkákkal jár. Feleséged, gyereked van, akik szeretnek. Tudom, tudom, de akkor is, hogy elmenj a szüleihez. Ez kész őrültség. Ez önzés. Önzés? Gondolj rám is, mi marad nekem eszménynek? Fénynek a sötétben. Bob, kérlek. Kérlek, Bob, ne tedd ezt velem. Bob! Bob! Halló? Diana, zakót nyakkendővel, vagy csak zakót? Hm? Vagy csak nyakkendőt? Mit gondolsz? Bob, ne csinálj ebből problémát. A szüleim nem adnak az ilyesmire. Úgy öltöz, ahogy neked a legkényelmesebb. Kissé szorongok ettől az estétől. Meglátod, csupa derű és könnyedség lesz. Hát, ha te mondod... Bizonyára így is van. Még hívlak, oké? Oké. Te is tartod? Mhm. Egyszerre tesszük le. 1, 2, 3. Viszlát, Bob. Viszlát. Egy pillanat, várj még, várj! Ne vigyek valamit. Egy üveg prima bort, vagy virágot. Az pofás lenne. Bármelyikük pofás lenne. Csak csirkét ne vigyél nekik. Lehet, hogy éhesek. Még hívlak. Gyere! Mintha a falnak beszélnék! Na ide figyelj! Papa, megjöttünk! Hello, drágám, egy perc! Addig helyezzétek magatokat kényelembe! Oké! Okay. Gyere! Oké, okay, kényelembe helyezem magam. Miért nem mondhatnánk meg neki ma este? Egyszer úgyis el kell mondanunk. Ma este semmi esetre. De miért? Azt szeretném, ha felhagynál az örökös okoskodásoddal legalább ma estére. Én okoskodom? Na hát ez mindennek a teteje. Mondj csak egyetlen esetet arra, hogy én... Figyelmeztetlek, ha bármit teszel, amivel a lányunk boldogságát veszélyezteted, nem egyezem bele a válaszba. Ha én teszek bármit, hát röhögnem kell. Nemrégiben Norvégiában, a tundra vidéken egy 4000 éves tetemre bukkantak. 40? Á, igen, 40 000 éves volt, és olyan elképesztően kitűnő állapotban, hogy még felelhető volt az utolsó megemésztetlen tápláléka, és mit gondol, mit találtak a gyomrában? Mezőgazdasági termékeket, búzaszemeket, ami megdönti a vadászgyűjtögető elméletet. Teljesen hibás érvelés, nem bizonyít semmiféle agrártevékenységet. Újfent okoskodunk.
Kommer professzor azt mondja. Drágám, nem érdekli őket, hogy mit mondott Kommer professzor. Már miért ne érdekelni? Egy pillanat. Nos, rábökött a sípcsontjára, és azt mondta. Azt mondta, hogy... Le art de triomphe. Ez az ő diadaléve. Van egy vicc a japán ajnó törzsről, amit azok az évi rizsünnepségükön művelnek, az egyenesen elképesztő. Drágám, nem hinném, hogy érdekelni őket az évi rizsünnepség. Azt hiszem, legjobb, ha fogjuk a poharakat és átmegyünk a másik szobába. Igaz? Hát akkor szeretnék valamit megmutatni. Ez itt egy köszönőlevél Eisenhower-től. Az megköszönte, hogy Edley Stevensonnal dolgozott. Na, mutatok egy pár kövületet. Rajtad kívül is van még? Meg lennél lepve. Mi folyik itt? Ha? Semmi az égvilágon, minden rendben. Rendben? Ahhoz képest elég furcsán viselkedsz. Ó, igen lehet. Hát, igazad van. Ne. Ismered apádat? Megpróbálom lefékezni. Na, mit szól? Mert tudja, a Havietot törzsnek egy fantasztikus... Drágám, hagynád végre a vendégünket is szóhoz jutni? Én? Igen. Nos, Bob, meséljen valamit magáról. Diana szerint maga nagy jövőjű ügyvéd. Hát, Bob, már több, mint nagy jövőjű. Vannak politikai ambíciói? Lehet, hogy idővel arra is sor kerül. No, lám. Hát ez csodálatos. Na, és ha szabad megkérdeznem, mégis melyik irányba érez elkötelezettséget? Hát, az igazat megvalva, valójában egyikben sem. Akár csak a férjem. Ő liberálisnak tartja magát, mert ad egy nap kimenőt a lánynak Pancho Villanapon. Olé? Most már tudom, hogy itt valami baj van. Mi történt? Semmi. Mi történt volna? Mi ez az ádáztónus? Ádáz? Honnan veszed? Kit akarsz szédíteni? Ez két válás előtt álló embertónusa. Valli? Válás? Úgy van, 30 év után. Egyik napról a másikra azzal állt elő, hogy a terhére vagyok. Még annyival se vezette be, hogy ma kissé unalmasnak tűnsz, vagy ehhez hasonló. Mama, miről beszél? Most mit mondjak erre? Hazudjak, és mondjam azt, hogy nincs terhemre? Anyád úgy érti, hogy élete alkonyulóban van. És hogy akadályozom új énje kiteljesedésében. De hát miért tennék ilyet, amikor a régivel tarkik vagyok? Na tessék, ez az, amiről beszéltem. Ha ez nem elviselhetetlen, akkor nem tudom, mi az. Egyszerűen nem tudom elhinni. Sajnáljuk, de elhiheted. Gondolom, jobb, ha én most... Ne, kérem. Látod, mit csináltál? Mit csináltam? Nem, senki nem csinált semmit. Csak gondoltam, jobb szeretnék maguk nem, közt meg... Nem, maga maradjon! Én megyek el! Ne! Valli! Vigyázz, mert megbánod! Hogy békén? Miért teszed ezt éppen most? Úgyis ezt akarod, és nem bírnám el, ha még egy viccemet lehurrognád. Sarkabban minden szót hallanak! Diana, jobb lenne, ha elmennénk. Kezdem kínosan érezni magam. Mit gondolsz én, hogy érzek? Ah, se tudom, hol áll a fejem. Hát a te szüleid. Jobban ismerheted őket, mint én. Ezt nem bírom benned. Mit? A blazírtságodat. De hisz eljöttem. Ettem, láttam a tökéletes házasságot, és gondolom ideje, hogy elmenjek. És a kedved is elment a házasságtól. Ugyan? Hát ez tényleg nem tökéletes. Hát nem éppen. És nem apád tehet róla. Na persze, ez tipikus, a férfiak összetartanak. Ugyan, Diana. Ne nyújj hozzám. Igazad van, bocsáss meg, amiért egy percre elfelejtettem, hogy kivel van dolgom. Még jó, hogy nem adta vissza az ügyet. Még jó, hogy nem dőltem be neked. Nagyon örülök, hogy megismerhettem. Ez kölcsönös, asszonyom. Elmegy, Bob? Köszönöm. El, professzor úr. Elvinne, javítják a kocsimat. Hogyne, természetesen. Segíthetek? Köszönöm. Oh.
Adhatok valami italt? Miért nem szóltatok róla? Nem is tudom. Vártuk a megfelelő alkalmat. Mama, ez nem volt a megfelelő alkalom. Diana, kérlek. Mi történt? Egy reggel egyszerre csak arra ébredtél, hogy egy más személy akarsz lenni? Most ugyanúgy beszélsz, mint apád. Igazán sajnálom. De szeretném megérteni a dolgot. Keverek neked is egy italt. Hány éves? 35. 35? Uh-huh. És nőtlen. Maradjon is az. Ezt persze nem kéne mondanom, tekintetben. Nyugodtan. A lányom remek teremtés. Igen, az. De azokból, amiket a növendékémnél tapasztaltam, bolond az, aki lelketi magát. Igen, az bolond. Ezt nem kéne mondanom tekintetben. Mondja csak, mondja. Maga aztán él, igaz? Ajaj. Láthatja. Oh, 30 éve nem voltam ilyen helyen. Ilyen emberek közt nem is tudnék mit mondani neki. Mondja, amit 30 évvel ezelőtt. Beválik. Igen? Mm-hmm. Hello! Gyújra vagy Trumanra szavazunk? Akkor is ezt a választ kaptam. Látja? Minden a régi. A citromos csirkés Bob Gibbon. Te itt valóságos legenda vagy. Hadd mutassam be Dawson professzort. Akár csak akkor, csak most nehezebb ébre maradnom. Örventünk, professzor úr. Hát akkor... Alhatna nálam. Ne, maradjon csak, Bob. Szórakozzon. Inkább hazamennék. Már így is eléggé elrontottam az estét. Nem emlékszem. Egyáltalán mit is tettem, de tettem valamit. Oké. Menjen a lakásomra. Fogjon egy taxit. Kint talál. Itt van magának a kulcs. Ezen a címen. Aludjon jó. Meg lesz. Sophie Theodore, emlékszik? A növendéke vagyok, ősi kultúrák sorozat. Igen, maga én már megbocsásson, több mint 200 hallgatom a sorozaton. Igen, de nem emlékszik. Én mentem magához panaszra az osztályzatom miatt, és... Igen, maga az a Sophie Theodore, igen, emlékszem. Hova akar menni? Elvihetem? Hazaindultam a lakásomra, itt a parton. Akkor szálljon be. Hazaviszem, és közben végigmondhatja az anekdótát a japán ajnótörzsről. Tudja, hogy mit csinálnak a lányokkal a rizsünnepségen. El sem tudom hinni. Elég bizarr hely. Jó, akkor befejezem a mesét. Na. Jól kibeszéltem magam. Kedves dallam, Bob énekelte nekem egyszer. Apád énekelgette nekem egykor, mikor egymásba szerettünk. Hétvégére beköltöztünk egy San Franciscói hotelba, és ki sem bújtunk az ágyból. És még azután is soká. Mi Bobbal? Hm? Mi még nem voltunk úgy. Ó, gondolom minden lány ezt mondja az anyjának. Kezdem azt hinni, hogy a hozzáállásom ehhez a dologhoz kissé balondos. La 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 la. Hát akkor felhívom. La la la.
Remélem, apa jól van. Apád miatt nem kell aggódnod. Biztos, hogy jó kezekben van. Elragadó ez a folyosó. Aha. Igazán. Igen, ez. Tudja, én hogy mindig maga volt a kedvenc profom. Szól a telefon. Csak ki tudnám nyitni. Nem jelentkezik. Ne izgulj, bizonyára még úton van. Nem, már ott kéne lenniük. Aggódom apáért. Ó, apád miatt ne fájjon a fejed. Tud ő vigyázni magára. Magára, igen. De sötét van itt. Igen. Így éjféltájban megesik néha Dawson professzor. Ez igen. Köszönöm. Ismerősnek tűnik. Hát, ihatnánk valamit. Aha, én egy... Mit szólna egy tekilához? Tekila? Ó, a bárszekrény. Hol a lemezjátszó? Ahol lennie kell. Igen. Megvan. Esküdni mernék rá, hogy már jártam itt. Nem. Déjà vu. Hogy meg ne zavarjanak. Nem engem keresettek. Hol az hálószoba? Most megfoglalt. Bob bizonyára keres a lakásomon. Elvihetem a kocsidat. Természetesen. De tényleg ez az, amit tenni akarsz? Igen. Azt hiszem, legjobb ebbe fejest ugrani. Úgy is van. És sok szerencsét hozzá. Ó, köszönöm, mama. Ó, nincs mit, kislányom. Majd hívlak. Hívjál. Papa. Minden jót. Megtudhatja, hogy miért hiszem azt, hogy jeles helyett kitűnőt érdemlek. Nem is kitűnőt. Még annál is jobbat. Helyezzük magunkat teljes kényelembe. Az Istenért, ilyenkor a kislányom van. Na is? Nekem meg ilyenkor apám. Ha ő tenné azt a lányommal, amit én magára, nem élné túl ezt a kort. Ő ugyanígy érezne maga iránt. Nem kérem ez őrűsége. De egyáltalán nem az. Thank you.
zongorázik itt? Bobby! Nem csoda, hogy ilyen ismerősnek tűnt a hely. Sophie, mit keresel? Egy barátommal vagyok itt. Apa? Diana! Diana! Ez Sophie, azért van itt, hogy osztályzatot javítson. Ez egyszerűen förtelmes. Mintha nem rokon szenvezne velünk. Köszönöm. Egy perc múlva jövök. Műveltebb tintahalak is. Hát... Rajta, Bart! Beef. Gyerünk! Isten, csak nem! Eltalálta. Nem. Nem? Nem. Semmi se történt? Semmi. Valami történt. Semmi. Megtanultam, hogy mondják azt, hogy meggondoltam magam 6 különböző nyelven. Közt a japán ajnó dialektusban is. Ez volt minden? Ki maga? Di. Itt lakom. Nálunk nem lehetnek vesztesek. Ilyen derék fiatalember, aki vette a fáradtságot, hogy ilyen távoli helyre eljöjjön, nem mehet el üres kézzel. Azt mondja? Di. Elfelejtettem. Micsodát? Hogy fogadalmat tettem. Miféle fogadalmat? Hogy nem fogok többé egyből... Mi? Szédült tyúkok. Nem várhatunk dr. Duffsonra. Kérem, kezdje. Igen, professzor úr. Mint tudják, uraim, holnap tárgyalás. Így ma minden kérdést tisztáznunk kell. Végre, dr. Duffson. Elnézést, professzor úr. Dr. Sloman, dr. Zucker, dr. Nem érünk rá, a hajón tilosban parkol. Igen. Elnézést a késésért, folytassák. Jól van. Prímán. Kis zaklatottnak látszik. Kitűnően vagyok. Sajnálom, nem akartam megijeszteni, de maga akart langusztával bizonyítani. Igaz.
De ha úgy kívánja, bárki más megteheti. Nem, köszönöm. Jót tenne az ügyünknek. A languszta sokaknak úgymond a szívügye. Inkább, mint az algák. Köszönöm. Elnézést, professzor úr. Gifford, de kérem, semmi dolga itt. Csak egy percre jöttem. Bocsánatokat kérem a zavarásért, de beszélnem kell, doktor... Menj el, kérlek. Diana, csak egy percet adj. Semmi olyat nem mondhatsz, amit hallani akarnék, ezért fel is út, le is út. Nem utogasd, ha csak nem akarod bevetni. Amit tegnap este láttál, azt teljességgel félreértetted. Tudom. Tudod? Igen, apám felhívott és mindent elmondott. Akkor minden rendben. Semmi sincs rendben. Mi? Hiába minden. Ez kiderült tegnap este a szüleim házában. Na, egy pillanat. Én igazán nem felelhetek az öreg egy problémáiért. Na látod, hát ez az. Miről beszélsz? A blazítságodról. Tegnap, mikor a szemem láttára omlott össze a szüleim házassága, ő azzal a megmondtam én tekintettel kísérte. Igen. Nevetséges. Ez az igazság. Tudod mit? A probléma te vagy. Te félsz elkötelezni magad. Na ez nevetséges. De igaz? Te mindent kiforgatsz és semmit se veszel komolyan. A pert nagyon is. Ott találkozunk. Ez hiányzott nekünk. Jól felcukkoltam. Hello. Késtem egy kicsit, felhajtottam még pár precedenst. Szia. Gyere. Örülök, hogy túlestél Diana Duffsonon. Próbáld ki. Oké. Okay. Oké. Okay. Jutalmazásos alapon. Amennyiben jól vizsgázol jogból, megkapod a... Nagy díjat. Megyünk egy hasonló arázós ügyet. Hivatkozhatunk a Partizóna Bizottság kontra Szienege Part érveire. Inkább az Applegate kontra nyaralókéra. És ha corpus delictit prezentálnak? Corpus delictit? Döglött halakat. Á, cseles, nagyon cseles. Akkor bedobom a Marcus kontra Virginia államügyet és annak tengerjogi törvény általi interpretálását. Helyes. És ha vitatnák az erre vonatkozó passzus tudományos megalapozottságát? Tiltakoznék. Én nem tenném. Nos, jöhetsz a jutalomért. Bocsáss meg. Álljanak fel, kérem. Tekintsenek a zászlóra. Hazánk alkotmányunkat szimbolizáló zászlajának jelenlétében és az általa képviselt elvek elismerésével ül össze az Egyesült Államoknak egykerületi bírósága Amelia Mercado bíró elnökletével. Üljenek le, kérem. Ügyrend! A Partvédelmi Bizottság kontra GGS ütkezésünkben hozott 8551/82-es számú határozatának felülvizsgálása. Pontosan ez az eset. Teljességgel ráhúzható a GGS építkezés ügyére.
Szíveskedjék a nevét a jegyzőkönyv számára. Warren Krenz. Kérem Dr. Duffson meghallgatását. Kevesebb, de... Hangosabban, ha lenne szíves. Elnézést. Azt mondtam, hogy egy iszapos fenéken nem lehet. Szóval mesterséget zátony. Földfeltöltés kell. Csak nyugodtan. Használd ki. Dr. Duffson? Most leengerelheted. Ugyan már a csatornában egy különben biztonságos sáv apró élővilága a nagyobb ragadozók prédájává. Mondd, hogy tiltakozunk. Igen, ez így van. Mi ellen? A tanú befolyásolása ellen. Tisztelt bíróság, tiltakozom a tanú befolyásolása ellen. Helyt adok. Dr. Duffson, szedje össze a gondolatait. És mondja el a saját szavaival, hogy ön szerint milyen kihatásai lehetnek a tervezett építkezésnek. Rajta, Diana, mondja el. Nem tudom. Dehogy nem. Ha nem tudja folytatni, szünetet rendelek el, míg össze nem szedi magát. Diana! A szüleit! Ifjú hölgy! Itt nincs helye! Bocsásson meg! Ez a bíróság egy adott időben csak egy üggyel hivatott foglalkozni. Ezért 5 perc szünetet adok, hogy Dr. Duffson elrendezhesse személyes ügyeit. Remélem, doktor, elegendő lesz rá az idő. Ohogyne, köszönöm. A bíróság visszavonul. Mama, olyan boldog vagy. El se tudom hinni, hogy minden rendbe jött. Hát, nem minden, de azért elég. Végtére is még mindig szeretjük egymást, ha olykor egymás idegeire megyünk is. Lehet, hogy túl sokat vártam tőle. De hát... Egy 30 éves házasságot nem helyes csak úgy felrúgni. Különösen, ha nincs jobb kilátásban, igaz? Igaz. Olyan boldog vagyok. Nos, hogy felfrissítsem a memóriáját, el akarta mondani, hogy ön szerint milyen kihatásai lehetnek a tervezett építkezésnek. Igen, most meg is tenném. Túl sokan igyekeznek manapság kivonni magukat a felelősség alól, hogy megóvják természeti kincseinket. A rombolástól, kalózkodástól, szennyeződéstől, és olyan szennyezőktől, mint ezek az urak a GGS építkezéstől. Akarják tudni, milyen ártalmakkal járhat az építkezés? A Montreux ügy keresztkérdéseivel ízekre szedett. Sorolom, bomló hulladék lerakódás, víz alatti hőváltozások. A korallzátonyok pusztulása, ami a tengeri flóránkat és faunánkat veszélyeztetni. Tisztelt bíróság, hölgyeim és uraim! Ezek az emberek létükben fenyegetik partjainkat és vizeinket. A természet egyensúlyát. Magát az életet. Gratulálok. Köszönöm. Csendet kérek! Csendet! Ez elképesztő. Erre álmomban elgondoltam volna. Hát ilyettől tartok. Itt már minden hiába. Öné a tanú. Gratulálok. Köszönöm. Engedjen el. Köszönöm. Miss Duffson. Csak egyetlen kérdésem volna. Gondolja meg a választ, és ne feledje, hogy eskü alatt áll. Miss Duffson. Szeret engem? Tiltakozom, ez nem lényeges. Lehet, hogy neked nem, nekem igen. Csendet! Csendet kérek! Nyugalom, ő tudja, mit csinál. Nem. De igen, tudja, tudja. Csendet! Csendet kérek!
Mintha lett volna egy kérdés a moszatokat illetően. Mást kérdeztem. Szeret? Ügyvéd úr, ez teljesen szabálytalan. Nem ide tartozik. Igaza van, nem tartozik ide. Tisztelt bíróság, ez nagyon is ide tartozik. Tudja, szeretem őt. Így egy potenciálisan kényes érdekellentétben pártatlan kívánván maradni, kérem a tisztelt bíróság engedélyét, hogy az ügyet másnak adhassam át. Én nem vállalom tovább. Csendet! Remélem, ezek a fickók egyetlen kavicsot se tudnak majd kiásni a partunkból. A védelem végzett. Bob. Köszönöm. Még nem kaptam választ. Még esklő alatt állok? Szeretlek. Torturous in twice as many ways. Not counting all the arguments you hope are just a phase. Love is